Idén január 27-e és 30-a között rendezik meg az Országos Lelkipásztori Teológiai Napokat Egerben. Az eseményre közel 200-an érkeztek határainkon innen és túlról. Mostani konferenciánknak a mottoja élet megújulás küldetés az eukarisztiából. Benne vagyunk az eukarisztikus kongresszusnak az évébe, nyilvánvalóan a konferenciának ez most a fő témája. Különféle oldalról próbáljuk megközelíteni, ízlelni, szemlélni az eukarisztia titkát. A nyitó szentmisét az egri főpásztor Ternyák Csaba mutatta be. Nem csak nyakunkon van az eukarisztikus kongresszus, hanem a szívünkben is. Erről tanúskodnak egyebek mellett azok a helyi vagy országos programok is, amelyek ezekben az időkben az eukarisztiával foglalkoznak, hangsúlyozta beszédében az érsek. A főpásztor az egyik keresztény dal sorait idézve rámutatott: Jézusban élet, erő és remény van. Töltsünk minél több időt a társaságában, fogalmazott, hozzátéve: adjuk magunkat teljesen neki, váljunk hozzá hasonlóvá, ő pedig isteni életben részesít minket. Ahogy egy szép középkori imádságban olvassuk, Krisztusnak nincs más keze, hogy művét végrehajtsa, csak a miénk. Krisztusnak nincs más lába, hogy az embereket Isten útjára vezesse, csak a miénk. Krisztusnak nincs más ajka, hogy az embereknek Istenről beszéljen, csak a miénk. Nincs más segítsége, amely az embereket Istenhez segíti, csak a miénk. A négy napos konferencia során fórumokon, csoportos foglalkozásokon dolgozzák fel az előadásokon hallottakat a résztvevők. A január 30-ai záró szentmisét Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek mutatja majd be.